A kormány azon dolgozik, hogy a víziturisztikai lehetőségeket azokat folyamatosan javítsuk. Itt a Bodrogon, Bodrogzug vidékén legalább 2-3 napot nagyon kényelmesen el lehet tölteni élvezéssel. Mivel ezek nagyon lassan folyó vizek, szinte álló vizek, miközben nagyon vadregényesek, de aközben az ország legbiztonságosabb vizei. Nemrég felújítottuk a Borsi Rákóczi kastélyt, de több vízitúra megálló helyet is kiépítettünk a Magyar Kajakkenu Szövetséggel. Itt vagyunk Tokajban. Milyen típusú eszközöket kell bérelni az ide látogatóknak? Nagy családosoknak ajánlom a 7 személyes kenukat. Kényelmesen beleférnek a gyerekek, biztonságos. Ezek a kalandor típusú hajók, ugye? Így van, így van. Ezek teljesen biztonságosan nevezhetők. A kezdőknek mindenképpen ezt ajánlanám. Akik már egy kicsit tapasztaltabbak, azoknak ajánlanánk ezeket a túrakenukat, vannak 3-4 személyes, 2 személyes, akár 5 személyes is. Kajakokat azoknak ajánlanánk, akik nem félnek attól, hogy esetleg vizesebb lesznek, kicsit bevállalósabbak. Nyilván, aki nem tud úszni, annak mindenképpen kötelező a mentő mellény. Aki tud úszni, és mégis félelmet érez abban, hogy evezni akar, az fölveszi a mentőmellényt, és teljes biztonságot ad az evezés során. A közhírlen ellentétben a vízitúrázás teljesen biztonságos. Térségnek nagyon sokat jelent, hogy elindítottuk itt a vízitúra vándortábort, és minden évben 20 túrusban kb. 5-600 gyerek itt a Bodrogon végigevez. Arról se feledkezzünk el, hogy itt a Bodrogon nagyon nagy probléma a szemét. Az Aktív Magyarország Államtitkárság aktív résztvevője is a Bodrogi Petkupának, Tiszai Petkupának, és ezzel hozzá tudunk járulni, hogy az ártér kicsit tisztább legyen. Na, mindjárt ott vagyunk a Madárles kilátónál. Mit kell tudni a vízitúra applikációról? Hogyan segíti az ideérkezőket és a vízitúrázókat? Ezek a vízitúra applikációk abban segítenek, hogy mindazok az információk, amik a vízitúrázók számára fontosak, azok itt megtalálhatók. Rengeteget segítenek egy túra szervezésben, látszik az, hogy hol lehet megpihenni, hol milyen szolgáltatások vannak. Lehet túrákat is keresni, a túrákról leírják, hogy körülbelül milyen hosszú. A vízitúrák szervezésénél nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Az elmúlt időszakban nagyon sok vízitúrákhoz kapcsolódó kilátók megépítését is támogattuk. Például a Tiszatavon 3 csak vízen megközelíthető kilátót építettünk, ilyen a Fattyúszerkő, Bölömbika, illetve a Küszvágó csér kilátó. Egyik irányba látszik a vizes élőhely, látunk legelőket, és látszik, hogy itt a vizes élőhelyek itt mennek folyamatosan tovább. Látunk hegyeket, hegységeket, Tokajhegy, és látszik úgy, hogy tényleg gyönyörű ez a kilátás, megéri idáig eljönni.